A múlt heti vlognak a folytatása ez, ugyanis itt vagyok Kínában, a Global Startup Awards-nak a döntőjén. Hogyha nem láttátok az első részt, akkor azt nézzétek meg, amúgy meg kezdjük el a mai vlogot. Megyünk város nézni, ez a következő állomás, amit még belerakok a vlogba. Annyira durva, hogy van mögöttünk ilyen ellenőrzőve, mint ahogy a reptereken szokott lenni ilyen biztonsági ellenőrzés, és ott megnézik, hogy mi van veled. A srácok meg most nagyon gondolkoznak, hogy éppen hova kell mennünk. Hát valahol majd érkezünk. Nézzük meg, hogy milyen a Cangshai metró. Nagyon kemény, az egész be van ilyen plastikkal fedve, hát öngyilkos biztos. Menjünk be és nézzük meg, hogy milyen a metró. Egy ilyen kis tokeneket kapunk, amit először csak érintünk, amikor lemegyünk a metróba és visszafelé meg beledobjuk, és akkor elnyeri a gép. Nagyjából olyan, mint bárhol máshol. Oda jött hozzánk egy srác, amikor jöttünk ki a metróból, és elkezdett sorolni kínai városokat. Levizsgáztatott minket az összes kínai város. Hódmezővásárt ismeritek? És mit mondtál? Honnan van a túró, Rudi? Máté Szalka, megvan? És így nem nagyon éreztük, és ugye volt, amit be kellett venni kis zseton, azt most meg bedobtuk, és srácok, nektek meg hívtam egy csajt. Halványra fogalmam sincs. Koriandert felismertem, ez valamilyen gomba lehet. Megkóstolom először ezt a csirkét, ami amúgy így kívülről elég csípősnek tűnik. Nem olyan csípős, mint gondoltam. Viszont nagyon finom, fűszergazdag és jó íze van. Ezzel voltak összekötözve a dolgok, fogalmam sincs, hogy ehető-e vagy gumi. Ehetőnek tűnik. Nagyon jó ízű gomba. Ezt először megpróbálom csak félbeharapni, hogy megtudjam, mi van benne. Aha, ez desszert. És finom? Valószínűleg banán, ilyen kicsit lilás belülről. Nem tudom megállapítani. Ha most Gábor megkóstolta ezek a dolgokat, megkérdezzük, hogy hogy ízlik neki, illetve még valamit meg szeretne nézni, de. Az összélményed a kajáról, megérte itt lenni a út mellett? Teljesen finom, összesen 420 forintot fizettem érte. Az egyetlen dolog, amit máshogy csinálnék, most, hogy tudom, hogy a desszert is köztük van, megpróbálnám valahogy elkülöníteni. Találsz valamit? Hát, ide egy kicsit nehéz. Hoppá, tokot nem találtunk, viszont vett a Gábor egy Red Bullt. Most meg már fél időnél vagyunk, úgyhogy kéne valamit nézni a városból, és bár eddig elég autentikusak az élményeink. Apple Store. Mint amikor a buli végén hajnali 3-kor egy ott maradt Red Bullos üveget iszol. A Red Bull szénsavmentes, és most mondta el a Bonyi, hogy az eredeti Red Bull a Tájföldről származik, és nem is volt szénsavas, és ez sem szénsavas, itt furcsa az íz, és az osztrák csávó, amikor ezt meglátta, mondta, hogy kell Európába, de azért lett nagyobb, nem is 2 decis, hanem 3, illetve szénsavasított, hogy az európai piacra is be lehessen vezetni. Ez az egyik sztori, a másik, hogy nézzétek, mennyire profin kivitelezett vezetékek vannak, példát vehetünk róla. És amire Áron felhívta a figyelmemet, hogy bontatlan, originál, rá van írva, bontatlan telefontokok kidobva. Veszélyes, veszélyes helyen vagyunk. Jól néz ki. Konkrétan az utcán, ruhaakasztókon, meg itt felakasztva
füstölik, vagy szárítják? Szárítják a halakat. Itt meg egy bicikli. Valakinek egy bringa? És itt vagyunk egy nagyon kellemes szép parkba, épp sétálunk át. Valakinek meg itt vannak a mosott ruhái és száradnak. Olyan parkolót láttatok már, ami nagyon uriasan szőnyeggel volt leborítva? Láttatok már ilyen Toyotát? És ilyen márkájú kocsit? És ugyanúgy, mint bárhol. Máshol tudtunk futni egy taxit. Motoros, megyünk. Kínai taxis élmény is. Valamit már nyomtat, hogy beültünk, és felmegyünk egy hegyre, találkozzunk ott. És megérkeztünk, itt vagyunk most a bejáratnál. Egy szép nagy valami. És veszünk jegyet, és azt hiszem valamilyen cable car, ilyen kábelkocsi fog felvinni minket. Törögjünk tovább. A hegyet, ahova megyünk, Joló hegynek hívják. Juelu, de mi Joló hegynek nevezzük. Egy óriási sor van ebben a sífelvonós cuccban, és egy olyan dolgot csinálunk, amit semmelyikünknek sem esik jól, mégpedig az, és nagyon csúnyán néznek ránk, hogy hát beálltunk a sor elejére. Nem teljesen az elejére, de valahogy, ahogy vagyunk. Nem tudom, hogy be fogunk-e jutni, vagy ilyesmi, de meglátjuk, hogy bejutunk-e ebbe az egészbe. Megpróbáljuk, ha látjátok, óriási nagy a sor. Hogy érzed magad, Gábor? Feszülten. Mit javasolsz? Lélegző gyakorlatokat fogunk végezni a libegőnk felfelé, ez a terv. Most ilyet fordítom azt, hogy nézzetek, itt van három magyar itt a sorban, mindenki forduljon feléjük, nem tudnak elmenekülni sem, mert már a rácsugat vannak. És megesszük őket. De még sorra vagyunk, még élünk, megnézzük, hogy a libegőre feljutunk el. Fent vagyunk! Na, milyen a buli? Amúgy szép. Jó, figyelj most, már itt vagyunk innen, csak nem szednek le minket. Majd fent megbüntetnek. Itt egy nyári bob. Mennyire poén lenne ezzel lejönni? Hello! Felértünk! Milyen volt az út a kínai barátoddal? Kicsit büdi, de kellemes. Vannak ilyen kis szívecske lakatok, fent meg a gyerekeknek valami, nem tudom mit mutatnak, ilyen VR szemüvegszerű dologba nézelődhetnek. És hát fent vagyunk, ugye gyönyörű a kilátás. Kurva nincs semmilyen kilátás. Lenne, ha nem lenne óriási szmog a városvetésen, hogy erről beszélni szerettem volna, hogy mindig néztem, hogy mikor drónozzak, vagy hogy lehetne ugye a 52-ről, ahol a szobám van, képeket csinálni, de mindig annyira szmogos volt az egész, mintha köd lenne a városba. Nézzétek meg! Ezek jól érnek Bejöttünk egy teázóba, ez a kínai Starbucks tea verziója. Mindjárt megkóstoljuk, hogy milyen, ezért megérte egy 20 percet feljönni a libegővel, biztosan. Megint Gábor kóstolja meg a teát, ő a bevállalós. Konkrétan rámutattam arra, mint az előző, előttem lévő kért, hogy az úgy, nem tudom, én is kérek egy olyat. Az a neve, hogy Mamamo Chai. Fogalmam sincs, hogy milyen, mindjárt kiderül. Ez egy valószínűleg ilyen nagyon erős zöld tea tejszínnel. A sor az valami eszméletlen, és nagyon félő, hogy ez megint arra van, hogy lemenjünk a
libegővel, de van valahol busz is, de nézzétek mögöttem, ahogy megyek, hogy végig-végig állnak itt az emberek, és ez kb. A sornak a vége, és már nagyon messze vagyunk, legalább szerintem egy ilyen 5-700 méterre a bejárattól, vagy kijárattól. Felültünk egy buszra, mert olyan hosszú volt felérni, hogy már konkrétan lefelé is kell mennünk, meg sajnos nincs itt látnivaló, a smog miatt ugye nem is tudunk kilátás. Megmutatom mindjárt, hogy mennyire sokan vannak, jó ötlet. Hát reméljük, hogy ez a busz amúgy lemegy, mert azt így nem vagyunk ebben biztosak. De nézzétek, milyen sok ember van. Tanulság, ha valaha véletlenül Cangsába jártok, a Jolóhegyre ne gyertek fel. Hétköznap gyertek fel, ne hétvégén. Hát ne gyertek fel, inkább szerintem egyáltalán menjetek be a kis utcákba, és nézzétek meg, hogy élnek. Harmadszorra veszem ezt el, valamit mindig elrontottam. Szóval annyira durva, hogy ahogy ment a busz, szerintem gyorsabban megy, mint hogy meg tudná állni, hogyha nem ugranának el az emberek. És ugyanez volt, amikor megálltunk, fontosan dudáltól tolatott, és az emberek ahelyett, hogy ők megkerülnék a másik oldalra, még mennek el mögötte, szerintem még így hozzá is érnek, és ettől valamiért így egyáltalán nem tartanak. Biztos, hogy ez a kultúrának a része. Érdekes. Most elindulunk haza. Be fogunk menni még egy bevásárlóközpontba, ahol néhány üzletben bemegyünk, ami megint ilyen érdekes lokális, kulturális dolog. Azt megmutatom nektek, utána elköszönök. Úgyhogy ha még nem vagytok feliratkozva és érdekelnek az utazások, most egy nagyon jó pillanat, hogy feliratkozzatok, mert rendkívül izgalmas helyekre fogok elmenni. De mielőtt még az elköszönést megcsináljuk, induljunk el, hazamegyek, és utána a boltból folytatjuk. Itt vagyunk a Walmartban, nagyon kemény, hogy megy a karácsonyi zene, de közben meg szerintem ez a... Készülnek a... Talán kínai újév, vagy karácsonyra? Karácsony. Valamire nagyon készülnek. Nagyjából amúgy ugyanolyan, mint Európában, vagy bárhol a világban, csak kínai termékekkel, de hát a világban is szinte mindenhol kínai termékek vannak. Figyeljétek a zenét! Fizethetsz Alipay-jel, WeChat-tel, ami olyan alkalmazás, mint a Messenger vagy a WhatsApp, és Union Pay-jel, és ennyi. Semmi mással. És ezzel véget is ér a GSR Global Startupos vlogom. Mennyire menő, hogy ilyen Porsche-kkel búcsúzhatok el tőletek, ez van a hotel bejáratánál. Köszönöm szépen, hogy néztetek, hogyha nem vagytok feliratkozva, tényleg iratkozzatok fel, ugyanis most egy nagy utazás jön, úgyhogy ha érdekelnek titeket az egzotikus utazások, akkor ez egy jó időpont feliratkozni. Menjetek át Instára is, még egyszer köszönöm, hogy néztetek, sziasztok!